Egy kora reggeli időpontban sikerült összehozni a találkozót Papp Tamással és Charlie-val, mert hogy 23-án hétfőn találkoztunk, ami egyébként 22-e volt. A lényeg, hogy itt vagyunk, és a lényeg, hogy 29-én, és ez már biztos, hogy jó dátum, ami azt jelenti, hogy vasárnap óriási Tátraiben koncert ismét a BS-ben. Ismét, nem is tudom, hányadik alkalom lesz ez már? Hát ez tulajdonképpen a Tátraibennek a második alkalma a BS-ben, a Tátraibennek. Tavaly előtt volt, úgyhogy most rá szeretnénk egy lapáttal pakolni, most nagyon-nagyon készülünk. Szóval tényleg most már hónapok óta készülődés van. Ez egyik, hogy készülünk, a másik, hogy apropója van a dolognak, ugyanis nem mindig 10 éves egy zenekar fennállása óta. 10 évet megünnepelni, az már nagy dolog, nem, hogy egy zenekar egy ember életében is. Most a Tátraiben 10 évvel ezelőtt alakult, és ezt szeretnénk egy hatalmas bulival megünnepelni, mint egy mérföldkő, kicsit visszatekintve az elmúlt 10 évre, nehézségekre, szépségekre, mindenkivel együtt, aki eddig is szerette a zenekart. Csodálatos fénytechnikával fogunk dolgozni, ilyen még nem volt Magyarországon. Ennyi varilájt és most kint vagyunk egy sportcsarnokba felszerelve, egy teljes berendezéssel, és az egész koncertprogram be lesz programozva, tehát tényleg olyan ott létett, olyan felkészülést igényel az egész dolog, hogy minden másodperc pillanat meg legyen örökítve már a buli előtt és beprogramozva, hogy óriási melót igényel most. Folyamatosan évről évre meg tudjátok tölteni a BS-t, akár mint a Tátraiben, akár mint egy Charlie szóló koncert rajtatok kívül, azt hiszem, hogy ezt folyamatosan csak a Rózsi tudja megcsinálni. Úgyhogy igazából én nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy szerintetek, mert őt erről már kérdeztem nem is olyan régen, azt hiszem, hogy hete volt adásban. Szerintetek mi lehet az oka, hogy ti így a Tátraiben vagytok ma pillanatnyilag Magyarország mindenképpen legnépszerűbb rockzenekara, és torony magasan, főleg ebben a úgymond középutas rockzenében, tehát ahol nincsenek szélsőségek, ami a nagy közönségnek szól, egyszerűen nincs alattatok, és hát nem ma kezdtétek, valószínűleg nem is ma fogjátok befejezni, de igazán elférne mondjuk az utánatok jövő 20 évben legalább egy-két banda, akiket ennyire szeretnének. Miért nincs ez? Hát ezt jól mondod, mert mi is nagyon örülnénk neki, de nem mindig volt ez így. Szóval 10 évben voltak olyan periódusok nálunk is, amikor igencsak döcögősen ment ez az egész. Én úgy érzem, hogy egyrészt, amikor mi elindultunk, akkor egy olyan fajta zenét találtunk ki, barátokra épülve, tehát a zenekarban csak barátok jöttek össze, akik maguk miatt találták ki azt, amit a mai napig játszanak. Nem ültünk mi össze, hogy most kitaláljunk valami agyalóst, hogy ez most eladható legyen, vagy a közönségnek szóljon. Ezért aztán elkezdtünk csinálni egy olyan dolgot, amit előbb-utóbb úgy érezzük, hál' Isten, most már nagyon széles réteg szeretett meg. Ez legyen a egész fiatal korosztálytól az idősebbig bezárólag. És azt hiszem, hogy valahol a titok itt van, ha egyáltalán titokról lehet beszélni, hogy nem csak egy réteg az, ami igazából szereti ezt, hanem elég széles az a réteg. Tehát a évek számát tekintve, mondjuk a tinédzser kortól a felső határ nincs című megfejtésük van. Abszolút. És igazság szerint ez a koncerteken látható és hallható. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a zenekar tényleg, most legyen az nem csak BS, mert itt most BS-ről beszélünk, de mi mindig mindenhol ugyanúgy muzsikálunk, a maximálisat nyújtva. Nincs olyan, hogy félváról veszünk bulit, nincs olyan, hogy most rossz a kedvünk, és emiatt nem sikerülnek dolgok, hanem egyszerűen amikor fölmegy az ember, akkor a maximálisat kell nyújtani. Ezt a közönség úgy látszik érzi, megérzi, és valahol szerintem ennek az egésznek ez a titka. Lesznek akkor régi, ismert és közkedvelt slágerek, nyilvánvalóan, és hát az új album a különös álom, gondolom, fokozottabb hangsúllyal azért, hogy abszolút megismerjék azok is, akik még nem hallották, ha vannak még olyanok. Abszolút így van, jól mondod, és hát nyilvánvalóan nem kerülhető ki, hogy ugye új lemez készült, és hát ennek a turniának egyrészt a záróbuliáról van szó, de az sem kerülhet ki, hogy 10 év meglévő anyagából hát nagyon sok olyan dal fog elhangzani, amit szerintem mindenki szeret és ismer, de ez egy baromi nagy egyébként dolog volt a zenekaron belül is. Nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy vajon az elkészült anyagból vajon mit szólaljanak meg élőben. Hát itt most gondolj bele, 11 lemez készült eddig el, ha csak 10 számával számolod, tehát ez több mint 100 nóta. Na most hát reggelig nem lehet játszani, még a BS-be se, ezért aztán ilyen mindenféle vélemények alapján próbáltuk ezeket a dalokat felvenni a műsorban, ami szerintünk is, nekünk is kedvesek, meg személy szerint a Tibusznak, Charlie-nak, nekem. Hát tulajdonképpen ki lehetek próbálva ezek a dolgok, nagyon sok időt foglalkoztunk, mondom, ahogy az előbb mondtam, rengeteg időt foglalkoztunk. Ki lehetek találva azok a dolgok,
hogy mi maradhasson, mert hát tényleg rengeteg a dal, rengeteg a kedvenc, és mindenkinek más kedvence van a zenekarból is, kedvenc dalai, és azért ki kellett találni pontosan, hogy az egész tervezet, hogy fog kinézni, hogy fog mutatni, hogy fog megszólalni új zenébe, úgy színpadilag. Ez egy nagyon nagy monsterbuli lesz, több mint 2 óra, 2,5 óra körül lesz maga a koncert, és sokan kérdezik, hogy miért nincs még valami közreműködő. Azért nincs, mert a Tátrai Band mellé nem lehet közreműködőt hívni, mert olyan sokat játszunk, hogy már így is, mi is alig bírjuk ki, nem vagy a közönség, úgyhogy... Addig is próbálk éjjel-nappal, és nagyon-nagyon profi lesz ezek szerint az a koncert. Biztos, ilyen előkészületek még tényleg nem voltak, szóval nem csak a mi életünk alatt, szerintem Magyarországon én még nem hallottam, pedig már jó pár produkció voltam, szóval itt komplett felszerelten, hanggal, képpel, mindennel, és mindenki próbálva az utolsó momentumig, ilyen még nem volt. És ezt csináljuk most már napok óta, egy, nem akarom mondani a nevét, egy vidéki sportcsarnokba felszerelve megyünk ki, ott vagyunk tegnap este, és 11 órakor jöttünk haza délután 1 órától.